A szüleim Kakasról származnak, mind a két részről, és én nagyon sokat voltam a nagymamámnál kiskoromban, és ott megismertem a még megmaradt kapcsolatokat, a szeretetet a német nyelvhez, a tradíciókhoz, és ezért is választottam annak idején a német szakot a pécsi főiskolán, aztán elvégeztem még Szegeden a szintén a német szakot, akkor középiskolai tanári diplomát kaptam, de az egész úgy indult, hogy 1978-ban a Krézi János bácsi, aki a családunkhoz tartozik, ő elindította tulajdonképpen a német mozgalmat Szekszárdon, akkor meg a Hazafias Népfront keretén belül, és megkérdezte, hogyha végzem, hogy át tudnám-e venni a szekszárdi baráti kör kórusának a vezetését. Én természetesen rögtön igent mondtam, mivel ugye énekszakon is végeztem, és karvezetést is tanultam, és ennek végig is nagyon örültem, hogy ezt csinálhatom. És mikor 79-ben végeztem, akkor szeptembertől átvettem a kórus vezetését. Sokan voltunk már az elején, de nagy problémák voltak, mert minden faluból, vagy minden faluban másképp énekelték a dalokat, és valahogy el kellett dönteni, hogy most melyik variációt énekeljük. És akkor jött a kívánság, hogy ne csak leírt dalokat, amit dalos könyvekben találunk, vagy találtunk, énekeljük, hanem azokat is, amit ők énekeltek annak idején gyermekkorunkban. De hát én ugye akkor voltam 24 éves, ezeket a dalokat én már nem ismerhettem. Akkor fogtam egy magnót és elindultam az emberekhez, megkérdeztem, hogy ki az, aki szívesen énekelne nekem valamit, és ebből lett egy olyan 600 dal, amit gyűjtöttem. Egész 1988-ig. Németországban élek most, és mikor Németországban mentünk ki, akkor kórusokat vezettem az elején, és az első kórusom, amit amelyet vezettem, azt rögtön két év múlva behoztam Szekszárdra, és így mindig kapcsolatokat építettünk ki, vagy segítettem kiépíteni a szekszárdi kórusnak, és akkor a szekszárdi kórus jött, és ez többször történt meg. Sokat dolgoztam annak idején a kórusért, és nagyon örülök, hogy a kórus még mindig él és dolgozik.